Ebédhez készülnek a nyíregyházi búza szemovada gyerekei. Jóízűen fogyasztják a tányérjukba kiszedett ételt. Fiatal óvónéniük 3 éve dolgozik az intézményben, örömmel végzi a munkáját. Nagyon jó érzés, hogy a gyerekeknek én vagyok az első személy, aki intézményen belül dolgozik velük, aki megtaníthatja nekik az alapokat, elsajátítják az alapvető szokásokat, szabályokat itt az óvodában, amikre majd később az iskolai nevelés is épül. Természetesen igyekszünk a szülőkkel közösen nevelni a gyereket, az ő szokásaikat és szabályaikat figyelembe véve, valamint nagyon jó érzés az, hogy a gyerek itt nyugodtan lehet egész nap, hiszen olyan szeretetteljes, békés környezet van itt, amiben jól érzi magát és biztonságban van. Van azonban, ami nem az óvodákon és a bennük dolgozókon múlik. Országszerte probléma, hogy egyre nehezebben találnak az intézmények óvodapedagógusokat. Ha nem is ott, ahol a felvételek készültek, de sok helyen megérzik a képzett munkaerő hiányát, amihez a dolgozók alacsony jövedelmezése és a pályaelhagyás is hozzájárul. A problémát a Szabolcsi megyeszékhelyen a nyugdíjasok visszafoglalkoztatásával és más eszközökkel is orvosolják, így itt nincs gond a működésben. Szerencsés helyzetben van Nyíregyháza, el kell mondani, hiszen a Nyíregyházi Egyetem 3 évvel ezelőtt indított óvodapedagógus képzést, így az első évfolyam pont most tavasszal fog végezni, és jelenleg is 4, illetőleg 8 hetes gyakorlatokat töltik az óvodákban, tehát ők is segítik a jelenlegi óvodapedagógusok munkáját, és figyelemmel kell lenni arra, hogy a jogszabály évekkel ezelőtt bevezette, hogy az óvodákban lehetőség van úgynevezett pedagógiai asszisztensnek az alkalmazására, itt mi a jogszabályi kereteket kihasználva 50 főt alkalmazunk, és azt is meg kell jegyezni, hogy a 4 iktáj szerint egy-egy pszichológus is segíti az óvodásoknak a fejlődését. Persze a feladatok és jogkörök, ahogy sok esetben a munkaidő is megvan törvényileg szabva. Nyíregyházán különféle eszközökkel próbálják őket ösztönözni, hogy a városban helyezkedjenek el. Az intézményrendszerünkben adjuk a kafetéria juttatást, úgynevezett mentor programot dolgoztak ki az óvodák, ami azt jelenti, hogy az idősebb óvodapedagógusok a fiatalok munkáját segítik, támogatják, illetőleg úgynevezett életpályamodell kidolgozására is sor került, és azt se felejtsük el, hogy mind a 35 telephely megújult az elmúlt időszakban, tehát megjavultak az infrastruktúrális feltételek, sőt, ugye a kórházba egy új óvoda átadására is sor került, tehát mind a tárgyi eszközöket tekintve, mint pedig egyéb segítségeket megadunk, hogy ezt a pályát választják. Az óvodapedagógusokat pedig arra motiválják, hogy gyógypedagógusnak tanuljanak, ehhez a tanulmányi költségeiket is átvállalják. Az óvoda az a hely, ahol bevezetik a közösségi élet szokásaiba a gyerekeket, akik itt tanulják meg az alkalmazkodást, megismerik az őket körülvevő életet. Ebben azonban nagy felelősségük van a velük foglalkozó pedagógusoknak. El kell juttatni 6 éves korra az iskola érettség fokára, meg kell tanítanunk nagyon sok mindenre, és minden gyermekhez meg kell találni az utat, a hozzávezető utat, az egyéni sajátosságait figyelembe véve fejleszteni 3 éven keresztül, természetesen szoros kötelékben a családdal. Nyíregyházán a 4 iktáj szerint vannak központosítva az óvodák, amelyek 36 telephelyen mintegy 600 dolgozóval, ezen belül 340 óvodapedagógussal, körülbelül 4-4,5 ezer gyerekkel foglalkoznak.